Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a pénteki csat. Mai adásban megnézzük az augusztusi újdonságokat, illetve sorsolunk is. Úgy emlékeztem, hogy rengeteg készet fog megjelenni augusztus 1-én, tehát kicsit fogunk belőle látszani. Nos, egy kicsit tévedtem, hiszen durván 40 készlet fog megjelenni augusztus 1 -e, tehát nem olyan borzasztóan sok, viszont azt kell mondanom, hogy nagyon sok izgalmas van közte, tehát um, igen, fájó lesz ez a pénztárcánk számára. Igyekeztem összedni mindent, ha valami kimaradt, akkor azt mondjuk ottan be, de nézzük, hogy mik jönnek. Nem mondok mindenről minden adatot, inkább csak felsorolás, illetve mondok hozzá árakat, mert bizony egy-két készleten szerintem már érezhető a Áremelkedés, hogy így fogalmazott legalábbis nekem úgy tűnt. Úgyhogy nézzük végig, kezdjük a legkisebbekkel, vagy inkább a kisebbek között a legizgalmasabbakkal. Ez ne pedig nem más, mint a Speed Champions, ahol ott van nekünk ugye a James Bond kocsi a 7911 es valamint ott van a 76 912-es, ugye a Donnak a chargere, mind a kettő 9500 forintba fog kerülni. Aztán itt van nekünk az árcvilága, ugye a képekkel, itt most meglepően olcsó készletet fogunk kapni, hiszen jönnek a virágok, és ez csak 27 ezer forint lesz, és ez azért mondom, hogy meglepően olcsó, hiszen hát nem is a dupla, de inkább másfélszeren se lenni egy, egy ilyen kép, úgyhogy ez egészen -egy meglepett. Aztán vannak még persze apróságok, inkább csak ilyen kiegészítő kéztek. Ugye egyrészt itt vannak a képeslapok, a 68 as illetve a 69-es, ugye ez Párizs és Londonnak a képeslapja, 5500 forintba fog kerülni darabja. Aztán itt van, Halloweenok készülő, bár azért még eléggé messze van a Halloween, a 4570-es készlet, ami 5000 forintba fog kerülni. Majd jön egy hiánycik hiszen vagy egy, egy hiányzik, egy hiánypótló készlet, ez nem más, mint a Lego bolt, ami ideig lehetett kapni, aztán hát túl két évvel a portokról. most úgy miért lesz egy, ugye ez a 4574-es, és ez 13 ezer forintba fog kerülni, tehát ez nem lesz igazán olcsó. És végül jön egy Disney, s szintén az apróságok közé sorolva, ugye ez nem más, mint a kísértett ház, a 4521-es, ami pedig 14 ezer forintba fog kerülni. Aztán itt van a Dolc, ugye, hogy kedvezzünk a lányoknak is, ugye itt szintén fel fog bukani a Disney méghozzá a Mickey Egér világával. Ugye itt van egyrészt a fölvállható alaplap, vagy akár is én így hívom, ez a 41963-as, ez 2600 forintba fog kerülni, vagy itt van az alkatész csomag, vagy ez a nagy doboz, amivel karkötőket kalkötőket lehet kirakni, 41974-es, ez 11 ezer forint lesz, és végül a legnagyobb, ugye, ami meg a fiókot is tartalmazza, ugye, a különböző kiegészítőket, ez a 41.964-es, ez pedig 17 ezer folyt lesz, ezek nem is tűnnek egyébként olyan nagyon vészesnek, főleg a legutolsó, mert azért az szerintem egy egész jó kis készlet. Aztán jön egy kis Brickheads, ahol ugye jönni fog a Brick Me, ráadásul két készlettel, ugye az egyik a Manchester, a másik pedig a Barcelona játékosnak lehet tudjátok magatokat létrehozni. Ugye ennek a száma a 4541-es, illetve a 4542-es, és mind a kettő 7300 forintba fog kerülni, így értem darabja. És végül szintén Dick Hetsen belül, de itt már a Pecs világában szintén jönni fog két készlet, ugye egyik a Koypont, ami a 4545-ös, illetve a Pudlik, ami ugye a 4546-os, és itt is 5500 forint lesz darabja. Aztán kapunk egy igazán nagy sorozat Super Mario-t, ugye egyrészt ki fog jönni a karaktereknek az ötödik szériája, ennek darabja 2300 forint lesz, és a 71 es számon fog szerepelni. Aztán ugye kapunk egy újabb starter setet, még hozzá pitch -el. ez lesz a 41 403-as, 22 forintért, és illetve jönnek a kiegészítők, egyrészt itt van gombacipője, ami a 41 404-es, a 3700 forintért, van a fuzi kilövő, 41 405-ös, ugye ez 10000 forintba fog kerülni, aztán Josi háza 71 406-os, 14.000 forintért, illetve a Big Bad Sziget, ami a 71412 es ez 18 forintba fog kerülni, és persze Pics is kapni fog kiegészítőt, ugye egyrészt a macskajelmezt, illetve a hozzátartozó tornyot, 26.000 forint forintért, ez a 71407-es, illetve jön ahogy a kastélya is, a 71408-as, ami pedig 50 ezer forintba fog kerülni, illetve lesz még egy Big Spike felhőcsúcs, az pedig 27 ezer forintba fog kerülni, ennek a száma viszont 71409-es, szóval bőséggel lesz itt Super Mario, aki nagyon gérte, aznak viszont lesz itt rendesen, ami be tud szerezni. És kezdjünk áttérni a fájdalmasabb dolgokra, hiszen azt gondolom, hogy most jönnek a Izgalmasabb és drágább késztek. Kezdjük mindjárt a Star wars ahol egyből ki fog jönni egy Brickheads, ugye Obi-Wan-nal és Darth ez 7290 forintba fog kerülni a 4547-es számon. Majd ugye jön a elég fura 4 pluszos készlet, ami 12-szer fog kerülni, az gondolom, hogy ez egy kicsit meredek ár. A száma, ugye a 75332-es, ugye ez az ATST, majd jön obi vannak a Starfortere, 14 ezer forintért, ugye ez a 75333-as, valamint jön a szintén sokak által eléggé fújolt obi van és Darth Vader nek a harca, ami 20 ezer forintba fog kerülni, ugye ez a 75334-es, és jöjjenek a nagyobb készletek, egyrészt jön rajtuk és Fricksen, ez a 75338-as számot fogja viselni, majd jön egy kis cukirobot, a BD1 40 ezer forintért, ez a 7535 ös illetve jönnek a nagyobb gépek, a 7536 os az ugye a Skype, ez szintén 40 ezer forintért, illetve itt van a 37-es, ugye az ATTE lépegető 56000 ezer forintért, és végül a Justifier, ami 65 forintba fog kerülni, tehát igen, kezdünk elég csúnyán belenézni a pénztárcánk aljára, hiszen egyre drágább készítek érkeznek. Lesz technik is, technik Itt két készletet kapunk most, aztán persze majd jönnek később össze a durvábbak. Az egyik ugye az anyagrakodó, ami pneumatikus, ugye ez egy nagyon pozitív dolog, ez 45 ezer forintba fog kerülni, ugye ez a 42-144-es, valamint jön a helikopter, ugye az Airbusnak a H175-öse, ez viszont nagyon durván 79 ezer forintba fog kerülni, ami fájdalmas, még akkor is, hogyha van benne elektronika elég durva, ennek a szám egyébként a 42-145-ös. És hogy tovább fokozzam a fájdalmas dolgokat, ugye jön a négy talán a legizgalmasabb készlet ebben a megjelenés sorban. Ugye egyrészt jön a Camaro, ugye a most már Icons néven átnevezett Creative Expressben, ez a 10304-es, ez 65 ezer forintba fog kerülni, ez még továbbra is egy fájdalmas szám. Majd, csak hogy még jó legyen, az Atari 2600-as is ki fog most jönni, 92 forintért, ez szintén fájdalmas összeg. Én azt kell mondanom, hogy szerintem mind a két készletből egy laza 20-as nyugodtan le lehetne volni, vagy 25-öt is talán, és akkor lenneink a reális őszt értéken, de ez most megint az én véleményem. És végül jön az utolsó kettő, ami azt gondolom, hogy nem is kérdés, hogy mindenkinek vágyálma, bár lehet, hogy tévedek. Az egyik ugye a Galaxy Explorer, a 90 éves még a kijövő, ez 40 ezer forint lesz, mondhatnánk barátinak, ahhoz képest, hogy nagyon nagy készletről beszélünk, és végül itt van a kastélyunk, 153 ezer forintba fog kerülni, ami sokkal fájdalmasabb, még akkor is, hogyha egy nagy készletről beszélünk. De egyébként a számok, ugye a Galaxy volt a 4497-es, és kastély az a 10305-ös, illetve egy apróság még a kastélyhoz, amit talán egy kicsit barátibb, de hát szerintem nem oszt, nem szoroz az az, hogy augusztus 8-án fog megjelenni, tehát nem elsőjén, de értekvétlenül a VIP-k már, VIP közé tartozók már harmadikán meg tudják rendelni. Mindenki döntse maga, hogy mit választ. Egy szó, mint 100 nagyon sok készlet fog kijönni, és nagyon izgalmas készlet fognak kijönni, ráadásul nagyon drágán. Tehát biztos, hogy ez lesz az a hónap, amikor nagyon mélyen a, bele fog nézni a zsebünkbe, illetve a pénztárcánk mélyére én már most fel tudnék sorolni legalább, hát mondjuk hatot, amit nagyon szívesen azonnal megvennék, hát nem fog így törni ezt történni, ezt azt kell mondanom. És akkor jön egy jó hír a végére, az pedig nem más, mint az ajándék készlet, ugyanis lesz a Forest Hideout ismét ajándék készletként, és eddig én azt az információt láttam, hogy mindenhez elérhető, tehát bármilyen vásárláshoz elérhető lesz, nem lesz hozzá kötve úgy a várhoz, mint például a tehát Galaxy s ez is be lehet szerezni. Persze nyilván el kell hozzá az értékhatárt, hiszen 150 euró, a Galaxy s pedig csak 100, hála Istennek. Úgyhogy ezzel is tudtak készülni, ezzel is tudtak számolni, mindenkinek nagyon jó vásárlást. Úgyhogy hát ezek lesznek augusztus 1 és akkor még nem is beszéltünk az őszről, mert szerintem ott is érkezni fognak durva dolgok. Térjünk át kockás ember világára, ahogy a, a britmania.hu feljárásával hogy a kreátor papagáj volt a játéknak a nyereménye, és az ugye az volt a feladat, hogy soroljátok föl, hogy nektek az elmúlt 9 évben, vagy hát amikor elkezdtek legolvasni, mik voltak a legmeghatározóbb készletek, és higgyétek el nekem, hogy nagyon-nagyon öröm és jó leső érzés volt végigolvasni a kommenteket, hiszen nagyon sokat írtatok, nagyon szuper kommentek érkeztek, nagyon is készített számokkal, készetekkel, tehát nagyon-nagyon jó érzés volt olvasni. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kommentelt. Itt már is indult közben a sorsolás, és íme itt a nyertes, akinek gratulálok. A szokásos módon ugye, az infokokat ra dobj egy levelet, és akkor elküldjük neked az ajándékot. És akkor jön az e feladvány, ami a brickmania.hu feladásában ugye a Ninjagos s amit itt láthatok mellettem. És a feladvány pedig az, hogy írjátok meg nekem, hogy az augusztus 1-én megjelenő késztek közül mik azok, amikre a legjobban vágynátok, bármennyi mennyiséget fel tudtok sorolni, tehát nincs semmilyen megkötés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik azok a készletek, amik megfogtak, és mindenképp szeretnétek beszerezni, és hogy jöhetnek a kommentek. És ezzel beizárnám a mai adást, nagyon szépen köszönöm, megnéztétek, remélem, hogy hasznos volt, ha így van, akkor jöhet a like, illetve ugye a kommentek, illetve ha szeretnétek támogatni, hogy én is betöbb pár készletet szerezni, akkor meg tudjátok tenni egy feliratkozással, valamint a lájkomban, de ezen felül tudtok a saját készletemmel, illetve Patronon is támogatni, amit nagyon szépen köszönök előre is, linkek szokás szerint a videó alatt, és a következő adásig, ami hétfő lesz mindenkinek, nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!